Két klasszis kézilabdázó, Miklen Roland és Budai Dániel tette tiszteletét ma délután a Makói Általános Iskola Almási Tagintézményében. A közönség találkozó iránt elsősorban felső tagozatos diákok érdeklődtek, de akadtak kisebbek is. A találkozó megszervezésének ötletét a ma esti Makó Pikszeged mérkőzés adta. A iskolánkba jár Gimes Bence, aki a Szegedi Utánpótlás Kézilabda Klubnak a játékosa. Az ő édesanyja keresett meg az ügyben, hogy nagyon szívesen segít abban, hogy a szegedi csapat játékosai közül ellátogassanak iskolánkba, és itt a gyerekekkel egy találkozó keretében a kézilabda sportágat egy kicsit reklámozzák. Apropója még a rendezvényünknek, hogy ezután lesz a Makói Városi Sportcsarnokba a Makói Kézilabda Klub megalakulásának 20. évfordulójára egy kézilabda meccs Pikszeged és a makói fiúk között. Mi igazodtunk a Pikszegednek a ajánlásához, és mivel ők tudták szabadná tenni napjaikat, ezért ők jöttek el most iskolánkba. Miklen Roland jó ötletnek tartja hasonló rendezvényeket, közelebb kerülhetnek a játékosok és a szurkolók. Várjuk majd a kérdéseket, ki mire kíváncsi a kis életünkkel kapcsolatban. Sportpályafutás, gondolom, majd mindenkit érdekel, mit csinálunk hétköznap, amikor nem sportolunk, vagy esetleg, hogy készülünk egy-egy mérkőzésre. Úgyhogy én ilyenekre számítok. Nagyon jó ötletnek tartjuk, azért nagyon sok meccsünkre kijárnak szerintem ezek a fiatalok, és biztos, hogy kíváncsiak arra, hogy itt test közelből milyen velünk beszélgetni. Egy-két kérdést biztos, hogy fel szeretnék tenni, mert azért mérkőzések után ez nem igazán, vagy erre nem igazán van mód és lehetőség. Úgyhogy szeretjük az ilyeneket. A csapatnak nagyon sűrű a programja. Hétvégén még Barcelonában játszottak, magállamérkőzésre és vacsorára hivatalosak. A következő meccsük szombaton lesz hazai pályán a Zágráb ellen. Hát igen, és hogy hétvégén ugye Barcelonában játszottunk, mögöttünk van kettő repülőt kifelé és kettő repülőt hazafelé. Egy napot kaptunk pihenni, aztán ma már edzettünk, délután mérkőzés, aztán holnap megint két edzés, és elég húzós a tempó, úgyhogy hát talán úgy belefér ez, hogy a mérkőzés ugye nem lesz gondolom olyan nagy iramú, mint amit majd hétvégén fogunk játszani, úgyhogy belefér, de nem mondanám, hogy sűrűn van ilyenre időnk.